Sziasztok! Ma fütöttem a tördés Total War Dividend Conquer végigjátszásomat Dorvinionnal, és itt maradt abba ugye, hogy elfoglaltam Tirithorost, így mindössze ugye Mordornak egyetlen területe maradt, ami három körig bírja, utána minden igaz ugye Mordornak vége, és ugye hát le akarom győzni a Dalek királyságot, és ugyanúgy a törpöket, el akarom foglalni például Onozanart, ambár Dain király védi. Ó, méghozzá ugye a Sons of the Fallen testőrséggel. Plusz ugye folytatódik a harc a fekete menorok ellen. Akik ugye ostrom alá vették Amon Ithelt. It will be an honor defeating you. Yes, my lord. Plusz ugye azon vagyok, hogy Thornak adjak egy elit sereget. Ja, várjunk, még egy katapult kell ide. És még mielőtt kört váltok, le kéne győzzem ezt a törp csapatot, utána ostrom alá venni Onozanart. Oké, egész jó a magaslat. Oké, van ugye két csapat Samsarias, ők előre. Oké, lovasíjászokkal támadunk. Oké, itt ugye olyan egységek vannak, amiket lenyilazni épp annyira nem lesz nehéz. Főleg úgy, hogy milyen a magaslat. Only half the enemy force remains. If we continue like this, we will smash the enemy. Oké, igazából nagyjából végük van. Ez már csak mészárlás. Valójában már csak a tábornok maradt, és hát ne, ő ugye egy kicsit nehezen hal meg, mivel sok az életereje, ugye? Várjunk, a Bladesman az vonuljon vissza. És az Avari Warriors az ugye jobban tudja sebezni. Hát igen, sok ütést kibír. By the victory we have won here today. De ugye a végén csak meghalt. We are
well concealed from the enemy. An honorable, glorious victory. Marching to war. Laying siege. Your orders. We're combining forces. We shall engage. Okay. Dain ostrom alatt áll. I'll rip off your head and spit on your orders. Rendben, igazából jöhet egy körváltás? Yes, my lord. Your will, my lord. Azt hiszem, igen. Oké, okay, itt van ugye némi tornegység. Irány ide. By your command, we can go no further today. Your orders, my lord. Yes, my lord. Elves, we shall continue tomorrow, making camp here. Várjunk, itt ugye... My lord. Hova lett... igen, itt van ez a kis csapat, irány ide. With honor, this tower will keep vigil over the lands. Igazából jó lenne elfoglalni a Rosgobelt. De ahhoz kéne legalább ugye két sereg. Hát mondjuk kettő nem, de ugye egy nagyon elit sereg. Oké, okay, legyen egy körváltás. Ó, tényleg még ugye egy sereg ott van Karasantnál. Rendben, itt ugye kitámadnak, ami valójában nagyon jó. Oké. Okay. Szerintem meg lesz. Two arms men, form up lines and prepare for battle. The tide of battle seems to have turned against us. We must act and halt this turn of events. Oké, okay, vonuljunk vissza ide. Az szép, a balisztásról, hogy már ránk lőtt. Már három lovasnak annyi. Oké, okay, az gáz. Irány ide. Mert ugye az én egységeim ide szaladnak, de nem lesznek kifáradva. Az ellenség mire ide szalad, nagyon kifáradnak. Utána ugye könnyebb lesz őket elintézni. Ready your horses. Ready your horses. We await your command. Direct your fire. Elves over here. Meek elves over here. Oké, lassan ugye de jönnek. Saddle up, horse archers. Bows ready. Plusz ugye mi a magaslaton vagyunk, így a lovasi gyászoknak a sebzése ugye nagyobb, és messzébb is lőnek egy kicsivel. Plusz amit ugye lőni kell, azok a lándzsások. Oké, okay, igazából kéne tenni egy kört, és utána pedig rohamozgatni őket. Oké, okay, a lándzsásoknak ugye a fele meghalt. Bloodied. They have lost half their men. Igen, a lovasi jászokkal simán legyőzzük őket. Ujjjjjjjjjj, szép. Swinging in our favor. From such tidings does victory. The enemy army flees the field. Gyönyörű. Our foe is utterly vanquished. Let all who...
Igen, ugye azért is tudtuk őket ilyen gyorsan elintézni, mert igazából a lovasok rohamoztak, de ugyanúgy ők is rohamoztak, így a lovasság nyeri a rohamot, nem a gyalogság. Plusz ugye ők már egy az, hogy megvoltak tizedelve ugye a lándzsások, és ki is voltak fáradva. We are victorious. We have won. Ó, és nem támadják tovább a várost, király. Ó, hello. Oké, okay, azokat le kell győzni. Oké, okay, megtámadják Eruit. We stand vigil as the enemy surrounds. És Maetelburgot. We must make a stand. És Edrai Karn, mi a fede? Azt a mindenit. We stand vigil as the enemy surrounds us. Hidas csata, király. Hamarosan ostrom alá tudom venni ugye Gobel Mirlondot. Oké, nem olyan vészes. Van ugye egy Royal Guard, azon kívül átlagos egységek. Mindössze egyetlen olyan egység van ugye, amit nem lehet megtörni, és rendkívül elit. Elven Warriors. Oké, így játszok ide. És a katapult lőhet. Igazából most, hogyha lenne... 2-3 katapult egység, az nagyon durva lenne. Várjunk. Nem akarnak jönni, mert lőtában vagyunk? Meg lehet. Oké, tündei jászók kicsit előrébb, ugye a Morrowind-i Sentinels. Ugyanúgy az Avaris Shadows. Oké, most már ugye megindultak. Várjuk, ennek az egységnek... Oké, ugye van valami pajzsa, de a statjában ugye nincs benne a pajzs. Mondjuk, hogyha lenne legalább ugye ilyen kettes pajzsa, akkor már igazából egy kicsit OP lenne az egység. Nehéz lenne őket lenyilazni. Gyönyörű is. Egyből meg is törtek néhányan. Te jó ég. Gyönyörű találatok. Egyszerűen gyönyörű. Nagyon szép. Lőjük a Royal Guardokat. Mindössze 72 van csak. Az szép.
must defend these lands. Oké, nem nagyon akarnak lőni a katapultok, túlságosan ugye közel az ellenség. Oké, ám bár ez jobb volt. Oké, kapitány meghalt. És a kevésbé elit egységeket ugye meg is lehet törni. Nagyon szép. Oké, minden igaz, akkor izé marad csak. A Royal Guard. Őket ugye nem lehet megtörni, mindenki más megtört. Oké, nagyjából végük van. Behold how the enemy are utterly vanquished. Tökéletes. Mondjuk jó lett volna megnézni a katapultnak az ölését. Mondjuk szerintem egy olyan jó 3-400, mert nagyon szép találatokat vittek be. Az ellenség ugye nagyon közel volt, és igazából talán, vagy kétszer találták el a saját egységeimet, ugye a Morrowind Protectors, de nem okoztak nagy veszteséget. Oké, a Dauntless az egész jó. Várjunk, Altburg, ide kéne még némi tünde egység. Plusz ugye délvárosát már nem támadják tovább. Oké, Brethilben át tudom képezni a tündéket, nagyon jó. Hány százalékon vagyunk? 74, szóval kell az Avari Armory. Imlad Karnen itt szintén mehet az átképzés. Plusz kéne az Avari Armory. Ez talában 61 százalék. Oké, Tarnosztban 58. Linhirben 47. Itt ugye 82, szóval egyből rámegyek a barakkokra. Vrakiaburgban 80, szóval itt is ugye barakkokat kell építeni. Vagy barakkot. Itt át kell képezni őket, várjuk, itt mit adott be? Barak? Oké, nem adott Regen barakkot. Oké,
Itt pedig igen. Szóval a várakban beadja a Regent, nem barak, hanem a Regent armorit. Hát erre kíváncsi leszek, hogy mi történik igazából, mi lesz. De ugye milyen király lenne, hogyha az elfoglalt Dale várakban tudnám képezni ezét. A Regent egységeket, az nagyon jó lenne. Ezek itt elég sokan vannak. Elég sokan vannak itt a népek. Your orders, my lord. This tower will keep vigil over the land. Yes, my lord. Orders. Itt ugye szintén. Várjunk. Itt van olyan, hogy istálló, az nem kell, és van olyan, hogy ijászlőtér, az sem kell. Itt nem indítják meg a támadást. Let us settle matters on the field of battle. Your orders, my lord. To battle. Yes, my lord. We shall engage. It will be an honor defeating you. Na várjunk, itt csak nem indították meg a támadást. Jó lenne legyőzni őket. Your will, my lord. As you wish. Várjunk, kinek üzent hadat Breland? Hadban állnak a törpökkel? Mi a fene? My lord. Yes. Yes, my lord. Kair Andros az keményen védve van. Oké, az utolsó területe ugye Mordornak mindössze két körig bírja. Oké, itt még jön némi erősítés. Oké, kizár dolog, hogy fent tudják tartani a közrendet. Yes, my lord. Your orders, my lord. Ezt komoly, nem érek be. Yes, my lord. Your orders, my lord. Your will, my lord. Igazából azon gondolkodom, hogy Gondort meg kéne támadni. Szóval ez a sereg valójában vissza. És kell építeni hajót. Hajó, ha nem jó. Tarnosba kéne némi egység. Yes, my lord. Ki irány ide? Your orders, my lord. My lord. Yes, my lord. Orders. Your will, my lord. Your will, my lord. As you wish. Order. By your command. As you wish. March to exhaustion. Continuing later. Yes. We can go no further today. Oké, itt ugye még le kéne képezni ezeket az elit egységeket, és igazából Aknod Jaunból kéne küldeni egy sereget Karaz Galadon ellen. Oké, amúgy arra gondoltam, hogy le kéne győzni ezt a két sereget, utána megtámadni a Kondovánt. Várjunk, Karasszant. Itt van egy sereg. Várjunk. Nagyon jó. Ships ready.
We can go no further. Ships ready. Ezzel a sereggel, ha jól emlékszem, valójában ezzel a sereggel egy másik várost akartam megtámadni, de mindegy, mert ezzel a sereggel igazából irány a iz ellen, a Vósmenek ellen, ja. És Karaszánba pedig kéne egy hajó. És ugye ezt a sereget át kell vinni Elgaerbe. És hát át kell majd képezni őket. Oké, okay, igazából ebben a seregben még kéne legalább kettő Morrowindi Protectors. Igen, még két Morrowindi Protectors kell. És elkészül ugye Thornnak a serege. Thornnak ugye lesz egy saját elit serege. Na jó, igazából győzem le előbb a Fekete Menori sereget. Yes, my lord. Faction Air. Van Trebuchet. Az szép. Plusz aranygerendás Royal Guard, de a mázli, hogy csak 11-en vannak. És nem egy fullos csapat. Arra gondoltam ugye, hogy ezeket legyőzöm, zárom a videót, és a következő részt ugye azzal kezdem, hogy le kell győzzem még a Dalek királyságnak is ugye azt a másfél seregét. Utána pedig körváltás. Oké, okay, ugye van némi Swordmaster, ezeket jó, nagyon jó lenne átképezni. Oké, okay, irány ide. Plusz ez a sereg egy kicsikét le van gyengülve. De az ellenség sem. Igazából az ellenség is ugye ugyanúgy le van gyengülve. Nem fullos a sereg. Oké, okay, lovas íjászokkal előre, és tizedeljük őket egy kicsit. Ugye én támadtam őket, de ha lovas íjászokkal ugye elkezdem tizedelni őket, akkor megindulnak. Mivel elég nagy az előnyöm ugye a lovas íjászok miatt. Ambar azokat a trebuséikat jó lenne elintézni. Trebusékezelőket. Ja, Gondor. Gondori katonákról van szó igazából. Ám bár az ellenség és egységek nem nagyon döglenek, mert ugye nagyon jó a páncélzatuk. Főleg ennek a Nardutarik egységnek, ugye nehéz páncél plusz pajzs. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Oké, okay, valamiért mégsem indulnak meg. If we continue like this, we will smash the enemy. Oké, okay, lovas íjászok vonuljanak vissza, minden igaz, jönnek. Oké, okay, ezeket a lancereket le tudják győzni a lovas íjászok. Azban az ellenséges íjászok lőnek. Oké, okay, amúgy jön az ellenség.
Oké, okay, kicsit ugye nagy lett a veszteség, de ha minden igaz, akkor ezeket az egységeket már át tudom képezni a környéken. Szóval nem lesz gond. Oké, szedjük őket elég szépen. Katapult meg ugye híjászok. Extra barrel for all. Elven warriors. Oh, trebuchet. Gondoltam, hogy elintézték őket, de mégsem. Ó, oh, még 15-en vannak. Várjunk, két csapat van, vagy... Vagy mi? Ah, nem, csak egy, csak annyi az egész, hogy... nem tudták levágni őket. Ó, oh, az szép találat volt. Trebuchet amúgy az nagyon király. Oké, ám bár most már... Oké, most már legyőzték őket a lovas íjászok. Oké, a Royal Guardokat lassan le is győzik. Azt a néhányat. Te jó ég, még ott van a Household Guard, hát persze. Ebben a csatában ugye azt hiszem még az íjászokat is be kell vessem a végén. Ultra boys, we'll take it from here. Let your bow sing.
badly bloodied. They have lost half their men. Oké, ezzel a néhány avari harcossal meg kéne vinni egy rohamot. Vagy letámadni azokat az íjászokat? Inkább az íjászokat. Oké, a Household Guard az pedig igazából alul marad a Morrowindi Protectorzzal szemben. Ami annyira nem meglepő. Remek, tábornokuk meghalt. Vagy várjunk, azt hiszem, hogy a frakció örökös volt, nem? Szóval... ja. Nekik végük. Tökéletes, a menekülőket kell még ugye elkapni. Valójában egy nagyon jó csata volt. Okoztak is ugye egész komoly veszteséget, 35%. Mázli, hogy hamar meghalt a tábornok. Vagy frakció örökös. Oké. Okay. Nagyon jó volt. És ha minden igaz, ugye át fogom tudni képezni... Minas Tirithhez közel, vagy ugye Kelet-Osgiliát környékén már ugye tudom képezni ezeket az egységeket, és arra gondoltam, hogy ezt a sereget vissza is küldöm. És kell ugye az átképzés. Plusz a számszeri jász lovasokat lecserélem a tündelovasi jászokra. An honorable, glorious victory. Your orders, my lord. This tower will keep vigil over the lands. This tower will keep vigil over the lands. Valamiért a játék úgy döntött, hogy benyúkolja az egyik Swordmaster egységet. Fenébe. Your orders, my lord. Hát kár érte. Oké, okay, igazából a Thorn Guard az nem kell, és a Bladesman az még maradhat. No further, my lord. Igen, ugye itt a környéken át tudom képezni ezeket az egységeket, és valójában ez a sereg, ez nagyon jó lesz majd Kyrandros elfoglalására. Oké, okay. Plusz arra gondoltam, ugye, hogy zárom a videót. A következő rész pedig yes, azzal kezdem, hogy ezt a két sereget itt le kell győzzem. Ja, köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!